Üdvözletem! Ez itt a horoszkóp, és ebben a videóban a Hellraiser legelső részéről szeretnék nektek beszélni. Vágjunk is bele! Horoszkóp, tartsál velem, a csatornámon csak horror terem. Horoszkóp, határok nélkül a magyar horror közösség épül. Horoszkóp, az adás vetted, Argento báva kulcsikát benten. Horoszkóp, szeretet és béke, nyújtom a kezem, ha meglátok téged. Csináltam korábban egy videót arról a Hellraiser kiadásról, arról a Bustról, ami nekem ugye megvan, amiben az a gyönyörű fej volt, és ez a kiadás volt benne. Akkor még le volt fóliázva, azóta leszettem, mert most újra néztem az első részét, meg majd szeretném a 2-3-at is valamikor. Van rajta egy ilyen kis papír, amit már egyszerűen leszettem, amin ugye specifikációi vannak, hogy mik vannak rajta. Egyébként egy az egyben megegyezik azzal, amit az árófilm előtte kiadott, ugyanazok vannak rajta, ez csak egy fémtok van benne. Mindjárt kis bontjuk, és a három filmecske, 1, 2, 3, ugyanazok a Blu-ray-ek vannak benne, mint a másik árós kiadásban, és ez volt ugye ebben Pinhead fejbe benne. És mielőtt elkezdenénk a filmről beszélni, megmutattam a könyvverzióját, aminek a Szukics adott ki 90-es évek végén, ha jól emlékszem. És elképesztően rövid ez a könyv, egyébként 189 oldal összesen az egész könyvecske. Mindjárt úgy emlékszem, hogy tudtam is, hogy ki fordította, Szent Mihályi Szabó Péter fordította 1997-ben, és akkor is adta ki a Szukics. Úgy tudom, hogy azóta se lett kiadva. És én gyerekként ezt a könyvet mindig akartam, és sose tudtam megkapni, mert a környékünkön Békés megyében nehéz volt kapni. Ezt egy 6-7 éve, több szerintem, 7-8 éve vehettem a Vaterán. És onnan szerváltam ezt be. Egy jó kis könyv, hamar végig lehet rajta menni, és beteg. Valamilyen szinten még betegebb bizonyos helyzetben, mint maga a film, ugyanis van az a rész, amikor Frank újraéled. Ott a film ugye vérből, itt másból. De itt nem akarok erre kitérni, tehát vannak ilyen durva dolgok ebbe a könyvbe, ami még durvább, mint a film, tehát azért mondom. Viszont maga a könyv olyan szinten gyors, hogy nekem egy eszembe jutott, mintha úgy érte volna Barker, hogy ebből is, hogy mintha filmet akarna csinálni, hogy szándékosan olyanra van megírva az egész könyv. És hát maga a film szerintem az összes horrorrajongó látta valamelyik részét legalább, és hát maga ez a fej, tehát maga a Pinheadnek a karaktere ugye már nagyon hát ikonikus, egy igazi történelmi jelentősége van a horrorfilmekkel kapcsolatban. Hát ugye még egyszer megmutatom, hogy rám is van tetoválva maga a Pinhead, aki nem látta volna már valamelyik videómba. De érdekes egyébként ugye, hogy a negyedik rész után ugye hanyagolták Pinheadet a többi részbe. De most, hogy újra néztem az első részt, ebbe sincs olyan hú de sokat benne Pinhead. Benne van, de nem annyira. De mégis, amit az a film nem lesz unalmas, mert nem lesz olyan, mint a negyedik rész után az összes többi, hogy elképesztően bizarr és brutális jelenetek vannak benne, úgyis, hogy nincs ott Pinhead, a többiben meg nincs semmi, csak egy-egy percerei Pinhead és ennyi, és túlzás nélkül mondtam ezt a negyedik rész után. Ebben a filmben is benne van Pinhead meg a cenobiták, de nem a túlnyomó többségben, de van benne ugyanakkor Frank, amikor bőr nélkül, de erre mindjárt kitérek. És ugye magát a történetet írta a Clive Barker, és ő is rendezte a legelső filmet. Hát Barkernek ugye három komoly rendezése volt nagy, az egyik a Hellraiser, utána volt a Nightbreed, amiről már csináltam egy videót, és a Látszatőr, Lord of Illusion, az is egy egész jó filmnek mondanék. És hát szerintem Barker nem gondolta volna, hogy ekkora franchise fog alakítani, de viszont amikor elkezdték csinálni a filmet, már tudták az emberek, mert néztem az extrákot, ott körülötte mindenki, a színészektől kezdve mindenki, hogy ez sikeres lesz. Akkor látták, hogy hogy fog kinézni a film. Meglátták ezeket a cenobitákat ezekben a szadomozó ruhákban, szegecsekkel a fejükben, meg láncokkal, meg hogy kínozzák az embert, meg a fájdalomról úgy beszélnek, mint hogyha gyönyör lenne. Ugye el is hangzik a filmben a Pinhead szájából, hogy kérdezik a kik ők is, hogy néhány embernek ők angyalok, másoknak viszont ördögök. Tehát a gonoszak. Hát valakinek a fájdalom az gyönyört okoz, és ugye szadomozó ruhákban vannak, hát látszik, hogy a Barker ugye, hogy a fejéből pattant ki ez az egész. És hát maga a film zenéje, Istenem, gyönyörű zenéje van ennek a filmnek. Christopher Young csinálta,
gyönyörű, tehát olyan sejtelmesen szép zenéje van, tényleg már meg ilyen meseszerű helyenként, aztán meg átvált ilyen igazi dárkosba. Szerintem ezt minden horror rajongó ismeri a zenéjét. Maga a posztere az legendás a filmnek, ahogy rajta van Pinhead ugye az egésznek. A poszterén imádom. És maguk színészek is a filmben elképesztően jók, az elejétől a végéig. Hát ugye négy fő karakter van a filmben, van a Larry, aki úgymond a palimadár, tényleg ez az igazi papucs férj, aki mindent megtesz a goromba feleségének. Van a goromba felesége a Julia, van ugye a Larrynek a testvére a Frank, az egy igazi semmire kellő szélhámos csibész, aki szerintem börtönből kibejárkálhat, mert pont egyszer meg is említi a filmben a Larry, hogy lehet, hogy rácsapjukat van, és van Kirsty, ugye a Larrynek a rokona, a fiatal lány, akinek szembe kell nézni minden rosszal majd a filmben, és egy ikonikus horror final girl lett a Kirsty, ugye a második részben is ő van benne. És röviden a történet, néhány szóba elmondom, hogyha valaki nem ismerné, Larry beköltözik a feleségével egy igazi lelakott házba, Juliával, és abban a házban előzőleg azért Frank megszállt. És Frank azért eléggé földön túli beteg és pervers dolgokat művelt, ugyanis mindig a gyönyöröket hajházta, és nem volt neki elég a földi gyönyör, ő már földön túli gyönyörökre vágyott, amit a kocka képébe meg is kapott. És ennek az lett az ára, hogy darabokra tépte a kockába kívül láncok, és a lelkét kínozták a pokolban. De Frank ugye megpróbál visszajönni a túlvilágról, ami úgy fog sikerülni, hogy Julia, aki a régen viszonya volt, tehát ez is egy eléggé gusztustalan része a történetnek, hogy ugye a Larryt ezt megcsalta, hogy a Julia még nem sokkal a házasság előtt is a Frankkel, tehát sajnos. És ráveszi Juliát, miután egy kis vér lecsöppen a földre a Larry kezéből, hogy szerezzen neki embereket, és azok segítségével, a vérük meg a húsuk által Frank az vissza tud jönni a túlvilágra. Nagyon bizarr és beteg, főleg amikor első nap megjelenik a Frank, hogy csúszik, mászik, meg bőr nincs rajta, meg később is, amikor öltöny van rajta, és dohányzik, meg nincs rajta, bőr brutálisan jól meg van csinálva, a speciális effekteket Bob Kane csinálta. Brutálisan jól néznek ki maguk a cenobiták, maguk a Frank, amikor bőr nélkül van, maguk a szétszaggatnak valakit. Tényleg ebben a filmben olyan dolgok voltak megcsinálva 1987-ben, amit előtte a közönség nem láthatott. Nagyon bizarr, beteg dolgok, illetve olyan szintű brutalitás, meg ez a perverzió árad a filmnek, minden egyes képkockáját, mert előtte nem láthattak az emberek. És nem is csodálom, hogy rabul ejti az embereket, az egész maga szinten beteg. És ez érdekes, hogy maga a Pinheadnek a karaktere nem lett annyira mainstream, mint mondjuk egy Jason, vagy egy Michael Myers, vagy egy Chucky, vagy mint egy Freddy Krueger. Szeretik sokan, de mégsem lett annyira mainstream. Igazából ez lehet annak is tudhatóban, hogy nehezen marketingelhető, ugye egy ennyire tűkkel tele van ugye a feje a Pinheadnek, hogy elég bizarr már a látványa is, meg úgy nehezebb rá egy franchise-t építeni, mégis sikerült, de egy nagyon... Már mondtam volna, hogy felemás, de a negyedik után vállalhatatlan a széria sajnos a legtöbb részében. De az első három részt azt nagyon szeretem. A negyedik részt azt meg úgy el vagyok vele, hogy arról csináltam is, pont a negyedikről csináltam is egy videót, de most már az első háromról majd szeretnék. És ugye a történetet nehezen úgy nagyjából úgy vázoltam, és Kirsty észreveszi, hogy Larry és Julia között nincs rendben sok minden, illetve hogy Julia idegen embereket enged be a házába, illetve egyszer mi fültanul és lesz az egyik üvöltözni kezd a házból. De mégis vajon miért? Szóval elképesztően egy bizarr dologgal állunk szemben ennél a filmnél. És itt tisztán emlékszem, hogy megjelent VHS-en a első rész az még a Vicónál, a második, harmadik az a Drive-In 2000-nél, a negyedik a Vertex-nél, az ötödik, hatodik az mi tuti megjelent VHS-en, a hatodik az a SPI International, ötödik az emlékszem melyiknél. Ezeket még VHS-en láttam elsőnek, és aztán kijött ugye a DVD-n az első három a Vertexnél. Elsőnek, annak elég kemény sztoria volt, mert vágott filmek jöttek ki csonkolt képekkel, és ott elég csúnyán vitatkozott még ott a Vertex kiadónak is a góri az interneten.
A negyedik rész azt meg a Fangoria adta ki, és a ötödik az meg se jelent, aztán DVD-n, aztán most csak videó CD-n, és a 6-7-8 az megjelent DVD-n, Blu-ray-en egyik se, legalábbis tudásom szerint, külföldről kell megrendelni, hogyha valakit érdekelne, és nekem meg volt eredeti VHS-en a második, harmadik része a Drive-in 2000-es kiadások. A második részét azt egy videótékás leértékelésem. Vettük meg a hármat, azt mondom, Békés Csabán a piacon árulta egy csáó, egy csomó videókazetet, és ott volt közte. És ezt a mai napig imádom, a második, harmadikat, meg ezt is, az elsőt. Az első három az az örök számomra. A negyedik is oké, utána a többit azt nem szeretem. Úgyhogy elejétől végig egy jó, izgalmas, bizarr, beteg filmről beszélünk. Nem is csodálom, hogy Clive Barker ezt ki van akadva sok-sok folytatással kapcsolatban, hogy milyen gyengék. Kár, hogy nem bámáskolt a többi rész felett úgy, hogy komolyan beleszóljon, mert brutálisan jó dolgok sülhetek volna ki ebből a egész sorozatból. De ez a film az elképesztően jó, ezt ajánlom mindenkinek. Ha láttad a filmet, sőt tuti, hogy láttátok ezt a filmet legtöbben, érdekelne mi a véleményetek, mert valakinek lehet, hogy mai szemmel például ez már nem öregedett olyan jól, mert én már hallottam olyat, hogy valaki például mosolyog bizonyos dolgokon ezen a filmben, de hát na, ezek a New School rajongók ilyenek szoktak lenni, tudnak trollkodni. Ha tetszett a videó, dobra egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és a következő videóig is. Béke!